Szia, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, csak készülök, itt igazítom a kucsmámat, ugyanis felvettem, és így össze-vissza áll. Amúgy most nézem, mutatom, mire raktam a kamerát. Erre a fújóra, látod, ilyen jó levegőt fúj a házba, nem is levegőt, illatot! Ide ráraktam ide a tetejére, látod ide a kamerát, de közel jövök hozzá, aztán végig a végén a szemembe fújja. Azt már nem fog látni. Na mindjárt, nemrég értem hozzá, épp hogy csak megzanyoztam magamat, semmi más nem csináltam, megyek és felveszem a Lucas-t az iskolából, ugyanis kicsit korábban jöttem hozzá, mutatom. Én itt nem nagyon látom most az időt, de be van felősödve. És esett az eső, tegnap is esett az eső, most nyilván, hogy esik el, gondoltam, hogy elmegyek érte az iskolába. És felveszem vissza magammal a szemüveget, és már régen filmeztem az iskolába. De a címből most már biztos, hogy tudjátok, vagy láttátok, vagy elolvastátok, hogy miről fog szólni ez a mai videó. És nem arról fog szólni, de van hozzátok egy kérdésem. Mit csináljunk, mutatom mivel. Mert most már tudjátok. Az iPad-del kisorsoljuk, vagy kidobjuk. Ugyanis ez a Davis-nek az iPad-e, a régi iPad-e. Nincsen vele semmi baj. Látod, így működik. Na várjál. El kell. Ez az iPad mini. Csak egy kézzel így nehéz fogni, meg mindent lehet csinálni, össze-vissza nyomkodom. Ez az iPad mini működik, az a baj, hogy össze van törve. Itt a képernyője, mutatom. Itt a vége, itt, nem ott. Csak az alja, látod, itt ez a része. Így össze van kicsikét törve, de működik. És nem tudom, mit csináljunk vele, hogy kisorsoljuk, vagy kidobjuk. És próbáltam eladni, gondoltam, hogy eladom, mindegy, hogy mennyit kapok érte, és veszek a Davis-nek rajta egy... nem biciklit, egy kis autót, vagy legót, vagy akármit. Képzeld el, most már 2 hete hirdetem, és senkinek nem kell. Ugyanis össze van törve. Ahogy mondtam, drága megcsináltatni, tehát annyi pénzből lehet venni egy használatra egy ugyanilyet, ami nincs összetörve. Tehát érted, mit mondok, hogyha ezt ingyen valakinek odaadom és megcsináltatja, ráköt kb. 150 dollár, annyi pénzből tud venni egy ugyanilyen használatot, és nem kell vele semmit csinálni. Tehát ezért nem fogom tudni valószínűleg eladni, és nem tudom, hogy mit csináljak vele. A Davis nem használja, ugyanis kapott egy újat, ugye megyünk nyaralni, és gondoltam, hogy kap egy újat a Davis, hogy tudja a repülőn használni, ugyanis annyi a baja még, hogy az akkumulátorja nem bírja ugye órákig, hanem egy pár órát kibírja. Csak gondoltam, hogy kap egy újat, ami ugye nincs összetörve, és na minden. A lényeg az, hogy ezt nem használjuk, úgyhogy nem tudom, mit csináljuk vele. Ugyanúgy kisorsoljuk, mint az iPhone-t ugye annak idején, valaki ugye majd megnyeri, vagy pedig nem tudom, ajtótámasznak használjuk, vagy nem tudom, minek használjuk. Amúgy a Davis épp most kezdett el játszani. Szervusz! Jusmus, mit csinálsz? Megint bele van merülve ebbe a legós játékba. Szervusz! Ahogy nem mindig játszik, most is megint valaki mondta, hogy Davis mindig játszik, oda néz, látod, ilyen nagy tévéje van, ilyen, meg Playstation-je, meg minden, miért legyen kisgyereknek ennyi minden. A Davis az nem mindig játszik, ami ez a régi tévénk, mert valaki azt is kérdezte, hogy miért van ilyen nagy tévé? Ez a régi tévénk. A Playstation meg a Lucas-i volt, a Lucas most már nem használja, nagy ritkán, és a Davis meg szeret vele játszani. Na ugye, azért van itt a szobában. Úgyhogy, Davis nem köszön. Davis, hol vagy? Mondjad, szervusz! Na minden. Le van merülve a játékba. Úgyhogy, ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit gondoltok, mit csináljuk, hogy kisorsoljuk. Tehát van neki hibája, hogy van töltője, tehát ez töltődik rendesen, mutatom, látod, itt a töltője, tehát töltődik rendesen. Lehet vele játszani, ugye talán nem a legújabb játék volt, mert a Davis nem tudott nagyon-nagyon új játékokkal játszani, ami nem tudom, mi kell ugye hozzá, jobb iPad, vagy nem tudom, de... Na mindent, gondoljátok, írjátok meg hogyha hogyan sorsoljuk ki, hogyha azt mondjátok, hogy sorsoljuk ki, akkor hogyan legyen a sorsolás. Tehát ugyanúgy, mint múltkor valamit kelljen csinálni, vagy valamit ugye mindig kell azért csinálni, csak hogy mit? De majd én is gondolkozok rajta. Ide a videó, ide alá írjátok meg, vagy használjuk valami ajtótámasznak, vagy ledoráljuk, vagy nem tudom, vagy frisbee-nek használjuk. Na mindent, ma mi látjuk? Remélem, hogy fel van töltve, múltkor feltöltöttem, és valami oknál fogok képzelni leverült, mert behagytam kapcsolva. És tudom, mit vett fel? Nagy semmit, egy nagy fekedességet. Úgyhogy elmegyek a Lucasért, hazajövünk, megebédelünk, aztán el kell menni a bankba, nézd, majdnem itt megpusztam magamat. Ami vettem új memóriakártyát a GoPro kamerához. Nem a legjobb, ugyanis kézzel nézegettem az árakat. Ilyen jobb videó memóriakártya több mint 100 dollárba kerül, ami nem tudom, szerintem drága, ez 35 dollárba került, látod? És az a különbség ugye, hogy milyenféle fajta videót akarsz készíteni, mivel én nem akarok 4K-s videót készíteni ugye majd a nyaralásra, meg amúgy sem szoktam 4K-sat készíteni. Ezért elég ez a, ami látod, 100-zal olvassa és 60-nal, ugye annyival írja. Hogyha 4K-s videót szeretnék készíteni, ilyen jobb minőségű videót, akkor jobb memóriakártya kell. És mondták, hogy azok az jóval drágába kerülnek. Na mindent, úgyhogy szerintem ez jó. Amúgy a másik is pont ugyan ilyen. Lehet, hogy meg készítek 4K-s felvételt a jövőbe, de szerintem jók ezek az 1080-asak. Szerintem. Na mindjárt, úgyhogy húzom a
Szemvegemet, hozom a kulcsomat, és menjünk a Lukaszért. Ilyen szép felhős, napos idő van. Na, megállunk, mert jön egy autó onnét elég lassan. Biztos elfelejtette, hogy hol a gázpedál. Ja nem, csak egy ilyen öregebb néni vezeti. Na, nem öreg néni volt, hanem ázsiai. Mi más lehet volna, ugye? Én nem vagyok fajgyűlölő, de rettentően nem szeretem az ázsiai embereket, meg ugye ezeket a kínaiakat, főleg a kínaiakat. És na mindegy, ahogy mondom, nem vagyok fajgyűlölő, de én még normálisan nem találkoztam. Tehát vezetni egyáltalán nem tudnak. Komolyan mondom, a 70-es táblánál 20-szal, 25-tel ment ez a néni. Ami rettentően idegesítő, ugyanis ugye menni akarsz, sietni akarsz, meg nem is akarsz sietni, akkor is nem 25-tel mész, le akartam komolyan mondom filmezni, mert gondoltam, nem hiszitek el, de na mindegy. Na mindegy, bekapcsoltam közben a szemüveget, gondoltam, hogy veszek egyet vezetést is. Nem tudom, hogy vettem már vezetést a szemüveggel, vagy nem. Próbálok ugye lassan mozdogni a fejemet, ugye itt van az iskola bal oldalt, elmegyünk balra, azt megállunk ott a régi házunknál valahol, amit képzeld el, kiadták a régi házat. Szépen lenyírták a füvet, levágták azt a fás növényzetet ott oldalt, meg szépen kitisztították. Befordulunk. Ilyenkor rettentő sok autó van ugye, még 12 perc kicsöngetésig. Aztán ilyen jönnek ki a gyerekek, ilyenkor csak 40-nel lehet menni. Itt áll ez a bácsi itt bal oldalt, nem tudom, lehet-e látni, aki irányítja itt a forgalmat, ugye hát akarsz menni ott a járdán, nem a járdán, az átkelőn, és ugye kijön egy ilyen stop táblával, és meg kell állni. Amúgy a gyalogosokat mindig el kell ugye engedni ott azon a, nem azon, mindenhol, ahol a zebrán át akarnak ugye menni. Aztán mindenkinek meg szeretném köszönni ugye a sok hozzászólást az utolsó videóhoz, hogy is kérdeztem tőletek, hogy hogy legyen ez a filmezés, ugye még nyaralunk, meg hogy legyenek videók, és mondtátok, hogy nem baj, ha hosszabb, ugye mindent szeretnétek látni. Úgyhogy mindent le fogok filmezni, csak elfordulunk itt balra, csak elnézek jobbra, nem jön semmi se. Mindent le fogok filmezni, ugye, amit csak tudok. Olyan túl-túl sokat, ugye, tehát nem órás videók lesznek, mert ugye nyaralni megyünk, tehát nem 24 órában fogok filmezni, de amit csak tudok, ugye mindent le fogok filmezni, tehát én azt hiszem, hogy ilyen fél órás videók szerintem az nem olyan túl hosszú, nem olyan túl rövid, szerintem az még ilyen elfogadható, legalábbis szerintem. Aztán videók valószínűleg, hogy azokon a két hétvégén nem lesz, ugye még nem leszünk itt, mert nem tudok ugye mit filmezni, bár lehet, hogy előre tudnák, de na minden, majd meglátjuk. Közben megérkezünk ide az iskolához, itt a kanyarnál elmegyünk, akkor itt lesz a régi házunk, fordulunk. Látod? Lehet, hogy nem látod, de szépen lenyírták itt a füvet. Azokat a fás növényzetet ott levágták. Hogy még nem lakik itt senki se, na nem négybe megyünk, hanem kettőbe. Megfordulunk itt az utca végén, aztán megállunk ott a régi háznál és besétálunk az iskolába. Már még mindig van egy 10 percünk kicsöngetésig. Te. Na, látod? Szépen lenyírták a fás növényzetet. Hoppá. Meg a füvet is. Bár akkor lett volna ilyen szép, mikor itt laktunk volna mi. Mikor ide költöztünk, ezt nem csinálták meg, hogy miért, fogalmam nincs. Még a füvet, azt én is így szoktam ilyen szépen lenyírni. Na mindjárt, elrakom a kamerát, minden addig beleteszem. És megyünk.
hazajöttünk, és meg is ebédeltünk, úgyhogy most nem más csinálok, mint lassan megint elkészülök. Úgyhogy be kell rohannom gyorsan a bankba, aztán valószínűleg jövök haza. Amúgy képzeld el, mutatom, vettünk ilyen szép nagy bőröndöt, a múltkor kellett venni, nem olyan túl nagyot vettünk, egy ilyen ekkorát, ugyanis 2x23 kilót ugye vihetünk magunkkal. Van ez a régebbi, meg van az egy kicsit nagyobb, de ebbe az a jó, ez egy ilyen régi bőrön, látod? És nincsen kereke alul, csak hátul kettő, végülis van alul kereke, de csak kettő. Ezen négy van, és így lehet húzogatni, tehát lehet körbe-körbe pörgetni, amit akarsz vele. Nem megy bele a víz állítólag, nagyon erős, meg látod, mindenféle fajta jó dolog rá van írva, ilyen Swiss-es, nem tudom ez jó márka, vagy nem jó márka, fogalmam nincsen, de ez nézett ki a legjobban, és árva elfogadható volt, ugyanis voltak bőröndök, ráteltő drága érte. Én nem is tudom azok, miből volt a bőröndök. Ez elég jó árok volt, és szerintem nekünk elég, ha legalább egy utat kibír, akkor már megérte. Na, úgyhogy most összeszedem magamat, és... No, hallod, Lukasz? Na, majdnem nekem jött. Mit csinálsz? Semmi. Jössz velem, vagy nem jössz velem? Nem. Miért nem? Már nem. Mert nem, hagyat még, amíg mindig nem vágtunk. És várj, mutatok valamit. És te, ha Lukasz kapott valamit. Hol a lámpa? Itt a lámpa, bár nem is kell még lámpa. Itt. Hol? Ott. Egy, nem más, úgy néz ki, mint egy videókazetta. Nem, ez egy videókazetta. Ja, ez nem videókazetta. Nem a blockbuster. Ja, persze. Úgy néz ki, mint egy videókazetta. De nem. De ez nem videókazetta, látod? Ez a, nem tudom mi a magyar neve, várja. De ja, de magyarul a... Na mindegy, nem, elfelejtettem a nevét, pedig van, tudom, hogy láttam egyszer magyarul. Van sok. De nem, DVD van benne amúgy. Ja, ez yeah. Blu-ray, nem DVD. Akkor Blu-ray van benne, van nem videókazetta. Nem mutatom, mert én most ja, nem mutatjuk. Végeztem egy videóról, a fölteszem hamarosan. Rendben, és hányat adtak ki ebből? Nem olyan túl sokat. Mi? Nem túl sokat adtak ki ebből. Nem, 1000. Van az a visszajövő Joe's Beverly Hills. Ja, sok ilyet. De csak egy pár filmet adtak ki ilyenben. Na mindjárt, Jussi, te mit csinálsz? Mit eszel? What are you eating? Chocolate? You like chocolate? A visszajövőben. A videókasszetta a Tokja, ja. És mindenki mondja általában azt, hogy olyan, mint az igazi kasszetta, így nézek ki az első kasszetta vissza a jövőben. Hogy? Az kiadják a vissza a jövőben. Ja, kiadják a vissza a jövőben. És a coverja, igen. A Tokja, aha, mondják, hogy ez olyan, mint a... Mind az igazi videókazetta. Jó, nem látom az igazi is, de... Nem, videókazetta nem láttuk a visszajövőjét. De olyan, én láttam visszajövőjét videókazetta, ugyanis képzeld el, a tévében játszották annak idején az osztrák csatornán, és benyomtuk a videókazettát, és felvettük. Csak nem értettük, hogy mit mondanak. Amúgy, nem ide, visszajövőjében rettette jó film. Akkor megyünk a JB-hoz, ott van? Ja, megyünk, ott van Blu-ray-en. És... ja. Húzom magamat, megint hozom a pénztárcámat, ha a szereget azt most nem hozom el, ugyanis a bankban ugye nem szabad filmezni, nem tudom, hogy milyen sisakba se lehet bemenni a bankba, nem lehet bemenni. Még a napszemélyen nem szólnak, meg mondjuk pisztolyan se lehet bemenni a bankba, nem tudom, hogy miért. Na mire? Úgyhogy húzom a kulcsomat, keresem. És elköszönünk a családot, aztán hazajövünk, ugyanis valószínűleg a szüleim átjönnek, csak azt nézem, hogy esik, vagy nem esik. Látod, ilyen... Na minden, ebben a házban így nem lehet így nagyon kilátni, ugyanis ilyen fanövényzet van itt pont előttünk, és amíg hadafelé ki lehet látni. Ezt meg tudom mutatni, látod? Ilyen szép. Ilyen felős az idő, tehát... Nem tudom, az esernyő bent van az autóba. Azért viszem azt ugye ezt a kamerát, csak azt mondom, a szemüveges kamerát nem viszem magammal, mert benne a bambul csak filmezni. Ne húzom a cipőmet. Megint itt vagyok az autóban, megint vezetek. Mondjuk majdnem ugyanoda megyek vissza, úgyhogy lehet, hogy el kellett volna mennem, amikor felvettem a Lukaszt az iskolából, csak ugye mindenki éhes volt, mert én is jártam a Lukasz elvet, úgyhogy gondoltam, hogy először hazajunk, eszünk, aztán mutatom, merre megyek, és na mindegy, hogyha most gyorsan visszafutok. Ami jövő héten jobb időt mondanak ám megint, csak ma ezen a héten volt ilyen esős, komolyan mondom, nem volt a leg... bár hideg az nem volt, hideg az nem volt. Már jövő hétre mondják a hideget. Tehát mikor szépen süt a nap, akkor általában éjszakánként ugye azért hideg van, meg lehet érezni. Bár vettünk egy hősugárzót a fürdőbe kézzel el, miatt legalább nem fogunk megfagyni, hogyha lezvanyoztunk, vagy ugye megfürödtünk. Aztán akartam mondani, képzeld el, rendben van, már úgy van rendben minden, hogy megvan minden, képzeld el az utazáshoz, legalábbis nagyon azt hiszem. Felvettük a jegyeket, azt nem vettük fel, ugye jegyek most már nincsenek, tehát nincs olyan repülőjegy, hanem az útleveledet. Ugye viszed magaddal, és abban bent van minden.
hogy ugye mikor megy a repülő, hova megy, tehát mindent tudnak rólad. De a jegyeket felvettük a Disneylandbe, Universalba, Legolandbe, a hotel ugye készen van, az autó kölcsönző, jön értünk az autó, majd ugye vasárnap 17-én ugyanis úgy fognak minket elvinni, mert ebbe az autóba ugye nem akarom ott hagyni a reptéren, a szüleim autójába meg nem férünk be annyian, úgyhogy jön értünk majd egy autó és felvesz minket, aki ugye majd visz minket a reptérre, haza is hoz minket, legalábbis nagyon remélem, hogyha nem, akkor ott fogunk ülni a reptéren. Na minden, úgyhogy megvan minden, megkaptuk az útlevelet, legalábbis a Davis ugye megkapta az útlevelét, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyjából megvan minden. Ugye még mindig van egy hetünk, úgyhogy próbálok gondolkodni még egy hétig, hogy hát ha, ugye mindig valamit általában el szoktunk hagyni vagy felejteni, de az ilyen fontosabb dolgokat nem szoktunk, tehát nagyon remélem, hogy semmi nem marad itthon. Na minden, hogyha mégis, akkor ez van. Na nem baj. Hazajöttem, megint az érkeztem. Komolyan mondom, tudod mi rosszabb a télbe? Lukasz, tudod mi rossz a télbe? Mi? Nem az, hogy egy kicsit hideg van, még az sem olyan túl jó, hanem az, hogy korán megy le a lap, komolyan mondom, 5 órakor sötét van, és 4:30 van, mutatom neked. Látod? Kezd sötétedni, ilyen... Főleg, mikor ilyen elsősre áll az idő, rettentően nem szeretem. Az a jó, hogy nálunk ugye a tél nem sokáig tart, ugyanúgy, mint mindenhol máshol. Na minden? De ez az ilyen esős, ilyen mint Magyarországon, tudjátok miről beszélek, az a télies idő, amik itt nem esik, meg olyan a hideg ugye azért nincsen, de nem olyan túl sokáig tart itt ugye mi nálunk, úgy június, július, majdnem 2,5 hónap, de na milyen. Úgyhogy azért kezdtem, ezt a videót én itt most befejezem, ugyanis a szüleim 2 perc múlva itt vannak, és ha gondoljátok, hogy a videó alá írjátok meg, hogy mi legyen, kidobjuk, vagy kisorsoljuk az iPad-et, meg hogy hogyan, hogyha kisorsoljuk meg, hogy hogyan dobjuk ki, vagy semmisítsük meg, hogyha mégis megsemmisítsük, vagy frisbee-nek használjuk, vagy nem tudom, valami ötletet ide írjátok meg, hogy mi lenne jó videóba vele valamit csinálni, vagy sorsoljuk. Na igen, ma meglátjuk. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép nap, hogyha nem, hogyha reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézik, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Szárusz! Szia!